Képzeljenek el egy falut, ahol a perifériára került emberek rehabilitálódnak és beilleszkednek a falu életébe. Dolgoznak a hajléktalanok, segítenek a lelki betegeknek és értelmes elfoglaltságot találnak a fogyatékkal élők számára is. Herzogszégmühle egy ilyen németországi település. Egy falu, amely otthont nyújt azoknak az embereknek, akik életük során valamilyen okból a perifériára sodródtak. Lelki betegek, fogyatékossággal élők, függőségben szenvedők és hajléktalanok találnak új lehetőségeket maguknak Herzogszégmühlében. A bajor kis faluban 900-an élnek. Példaértékű szociális segítségnyújtó hálózatot tartanak fenn. Szociális, egészségügyi ellátással, képzésekkel, oktatással és munkahelyteremtéssel segítik a hajléktalanok, szenvedélybetegségből gyógyultak és a mentális betegek reintegrációját. A kézműves és kereskedelmi szakmákban, a műszaki és mezőgazdasági területen egyaránt találnak foglalkozást és más tevékenységet is a rászorulók. A nem mindennapi németországi faluval 15 éve tartja a kapcsolatot az oltalomszeretett szolgálat. A nyíregyházi szakembereknek most lehetőségük lesz a bajor mintát megismerni, annak elemeit átvenni. Erről hivatalos megállapodás is született a két együttműködő fél között. És már is köszöntöm a stúdióban Laborci Géza urat, lelkész igazgatót, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye nagyon friss ez a bejelentés, ez az együttműködés. Hogyan látja, mi az, amit meg fognak tanulni a bajor mintából? Hát a bejelentés az a friss, de maga a kapcsolat az 15 éves, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudtunk már megtanulni. Mondhatom azt is, hogy egymástól, hiszen ez egy kétirányú utca, ami nekem nagy öröm, hogy nem csak mi tanulhatunk egy olyan intézménytől, ahogy ezt itt a felkonferálásban is kiválóan hallhattuk, ahol 120 éve zajlik ez a egymásra épülő, egymás segítő rendszernek a kiépítése és az ellátottaknak a segítése, hanem ők is mindig nagyon nagy izgalommal, szeretettel és nagy odafigyeléssel érkeznek hozzánk, mert azt mondják, hogy itt ilyen alapkérdéseket kell eldöntenünk. Na most, ami ebben az új, hogy a felajánlották, hogy egy éves időtartamra kimehetnek munkatársak, ez vagy egy évre megyük ki valaki, vagy fél évre, hogy egy-egy területet jobban megismerhessünk, és azt adott esetben adaptálni tudjuk, át tudjuk ültetni a mi saját gyakorlatunkban. Tehát akkor lesznek ilyen specializált területek is természetesen. Igen. Ön el tud képzelni itthon Magyarországon egy ilyen falut, egy ilyen települést? Hát pillanatnyilag nem, de azért 120 év múlva igen. Mit jelent ez? Mire gondol? Tehát hát miért nem jelenleg? Azért, mert hogy egyrészt túl rövid hozzá az idő. Tehát azért ne felejtsük el, hogy pár évtizeddel ezelőtt, 21 néhány évvel ezelőtt még szociális kérdés nem volt ebben az országban. Nem volt hajléktalanság, nem volt munkanélküliség, nem lehetett szenvedélybetegségről beszélni. Na most kiépültek az ellátó rendszerek. És ez megkerülhetetlen folyamat volt. Na most értünk el odáig, hogy ugyanakkor, ami a németeknél már van, hogy ezek az ellátások nem párhuzamosan futnak, hanem egymást erősítve, egymásra épülve. Ott egymásra épülve van a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a mentális ellátás, a spirituális ellátás, és ebben a faluban pont az a varázslat, hogy ezek a különböző szakmák összefogva, nem külön-külön, hanem együtt tímeket alakítva segítik a rászorulókat. Én remélem, hogy egyszer Magyarországon is eljutunk idáig, mert ez nagyon-nagyon fontos lenne. De számukra is voltak nyilvánvalóan nehézségek a kezdetekben. Mit ismernek a történetükből, milyen tapasztalatokat osztottak meg eddig? Hát először is azt, hogy ez egy nagyon kicsi kezdet volt. Ez onnan indult, ez a Herzogszégmühle, ez egy hercegfűrészmalom magyarra lefordítva. Ez egy nagyon kicsi település volt, gyakorlatilag a mi fogalmaink szerint egy tanya. Azzal indult a dolog, hogy 120 évvel ezelőtt az ottani evangélikus lelkész kettő hajléktalant befogadott ebbe a gyülekezethez tartozó tanyára, és azt mondta nekik, hogy ott kezdjetek el dolgozni. Innen indult, ilyen kicsiből, egy teljesen spontán ötletből, döntésből, és aztán fokozatosan épült ki a mostani időszakra, úgy, hogy ennek volt egyszer egy tudatos
építkezési tudatos fejlesztése. Nyilván ebben a német modell, meg az, hogy azért Bajorország mégse Európa legszegényebb vidékei közé tartozik, és van és volt pénzük arra, hogy erre jelentős pénzeket fordítsanak, ez mind-mind benne van, de maga a gondolkodásmód, hogy ebben segítségükre legyenek az embereknek. Csak egy példát mondok náluk, nem hajléktalan van, meg nem fogyatékkal élő, hanem úgy fogalmaznak, hogy különleges élethelyzetben lévő embertársaink. Pontosan azért, hogy senkit ne stigmatizáljanak, hogy senki köré ne vonjanak még verbálisan, szavakkal se egy olyan burkot, hogy megnehezítik a normál életbe való visszatérését. Tehát nehéz, különlegesen nehéz élethelyzetben lévő embertársaink. Ez náluk a nyelvi kifejezés is. Sokat jelent tehát a szemlélet természetesen. Itthon az egyházi szervezetek, a civil szervezetek mit tesznek, vagy mit tehetnek, és akkor ebben a kérdésben benne vannak a feltételrendszer és minden, azért, hogy a perifériára szorult emberek élete jobb lehessen, illetve erre integrálódjanak. Nyilván mi is ezen dolgozunk, mi is ebben az évben vagyunk 15 évesek. Tehát azt gondolom, hogy ez az elmúlt 15 év annak volt az ideje, hogy az intézménynek a fejlesztését tudjuk véghez vinni, és én azt gondolom, hogy ez alatt a 15 év alatt azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelő körülményeket tudjunk a nappali melegedőben, a népkonyhán, az éjjeli menedékhelyen, az anyák számára, a menekülő családok számára, átmeneti szállóban, öregek számára, akik már öngondoskodásra nem képesek, ezeket meg kellett tennünk, mert jó infrastruktúra nélkül nem lehet. Tehát az első ütem az mindenképpen ez volt, és most érkeztünk el odáig, hogy nem ráülni szeretnénk erre a jól kifejlesztett infrastruktúrára, hanem ezt a lehető legjobban az ellátottaink érdekébe felhasználni, és így akarunk ebben előre jutni, és a német barátainktól még többet tanulni. Hogyan érik el azt, hogy az érintettek együttműködőek legyenek, illetve ők is lássák azt, hogy van esélyük, vagy lehet esélyük újra beilleszkedni a társadalomba, vagy visszailleszkedniük a társadalomba, hiszen a szándék az ingatag lehet olykor-olykor, és egy nagyfokú mentális felkészítés, vagy segítségnyújtás is kell számukra szerintem. Így van. Hát az együttműködés az valakinél sikerül, van, akinél nem. Hát ez kódolva van. Nem vagyunk egyformák. Amit például szeretnénk éppen az, hogy azt tapasztaljuk, hogy aki bekerül, a hajléktalan lesz. Annak az életében van egy 3-6 hónapos időszak, amikor még benne van az a motiváltság, hogy ettől menekülnöm kell. És hogyha nem ragadjuk meg ebben a 3 hónapos, fél éves időszakban az illetőt, és nem tudjuk motiválni, hogy segítsük a visszavezető útnak a megtalálásában, akkor nagyon könnyen lesüllyed és elvész. Ebben a kérdésben például a mi német barátaink nagyon profi utat építettek ki, hogy aki odaér, oda jön hozzájuk, azt milyen módon orvosilag, egészségügyileg készítenek róla egy szociális fölmérést, élettörténetet, hogy miért jutott oda, és akkor aztán, hogy milyen életcéljai vannak, akkor ott orvosok, pszichológusok, lelkészek, szociális munkások segítik. Ennek a rendszernek a adaptálását például kifejezetten szeretnénk beépíteni a saját munkánkba, mert úgy gondoljuk, hogy aki hozzánk kerül mondjuk hajléktalannak, azt nem intézményfüggő embereket akarunk mi látni, hanem olyanokat, akik újra teljes jogú és boldog életet élő emberek. Viszont a mindennapokban most már lassan-lassan eljön az ideje annak, hogy ismételten a hajléktalanokkal foglalkozniuk kell. Gondolok én arra, hogy a héten már beállt a rossz idő, az oltalom szeretett szolgálat ilyenkor már fokozottan készül. Mondhatom azt, hogy a téli hajléktalan ellátásra hogyan teszik ezt meg, még csak nagyon röviden. Így van, hát a krízis időszak az mindig számunkra fontos feladat, a munkatársaknak meg bizony nem könnyű időszak. Ilyenkor a nappali melegedőben, a népkonyhában és az éjjeli menedékhelyen jelentkezik ez elsősorban. Mindegyiknek a saját területén, a népkonyhán azzal, hogy igyekszünk még tartalmasabb ételt biztosítani. A éjjeli menedékhelyen, ahol nem szükséges, nem vagyunk kötelezve, hogy vacsorát adjunk az ellátottaknak, mindig pályázunk,
idén is nyertünk valamennyi összeget, hogy úgynevezett zsíros kenyérrel, vagy egy kis esti étellel ki tudjuk egészíteni az étrendjüket, tehát hogy a fizikai állóképességüket meg tudjuk őrizni, és erősíteni tudjuk a ránk bizottaknak, illetve az, hogy ha nagyon szükséges, akkor hosszabb nyitvatartással vagyunk, hogy a éjjeli menedék helyet nem kell elhagyniuk, és a nappali melegedő is hosszabb nyitvatartással üzemel, hogy minél inkább védjük, illetve megakadályozzuk azt, hogy bárki áldozatul essen a zord időjárási körülményeknek. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget!